estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, egy igazán különleges témával foglalkozunk. Hogy csodák léteznek-e, azt mindenki döntse el saját maga. Mi viszont most olyan történeteket fogunk bemutatni, amik a gyógyulásról szólnak. Négy férfi állt kameránk elé, akik felépültek a prostatarákból, és hogy ebben milyen szerepe volt a sportnak, az is kiderül. Nagyon megijedtem. Maga a rák, tehát ez a szó, hogy rák, ez annyira ijesztő. És sajnos az emberekben ma is, ha valakiről megállapítják, hogy rák, akkor rögtön az jut az eszébe, hogy meg fogok halni. Kalotai Gábor vagyok, a Gyógyulj Velünk Egyesület elnöke, 78. évembe, és hát 71 évesen fedezték föl, hogy prosztatarákom van, és akkor azt hittem, hogy vége a világnak. Akkor nagyon mélyen voltam, olyannyira, hogy egy kis spórolt pénzem volt, és átirattuk a feleségem nevére. Tehát annyira megrémültem. Én úgy gondoltam, hogy hát, vége. Sugárkezelést kaptam 40-et, és hormonkezelést kaptam 6-ot. Jelen esetben itt tartok, és 6 éve lényegében tünetmentes. Amikor az ember egy betegségen túl van, ne nyomassza az a tudat, hogy én most úristen beteg vagyok. Örömteli dolgokat érek meg, hogy megszületett a dédunokám. Nagyon jó baráti kapcsolataim vannak. Nem szabad ebbe a fotelbe ülni. Ez a fotel, ez a legnagyobb ellenségünk. Tudatosan nem ehhez a közelebbi troli megállóhoz megyek, hanem a távolabbihoz, amikor lehet úszni megyek. Amikor lehet, kerékpározom. Ülön vagyok kinn a telken, dolgozom a kertben. Élem a nyugdíjasoknak az életét. Ha vásárolni kell, kerékpárra ülök, elmegyek bevásárolni. A téli időszakban a kerékpározást felváltja az úszás. Általában 2-3 naponként szoktam menni. 30 hosszot szoktam úszni, ez durván 1 kilométer. A 10-er lépés programot, amikor annak idején meghirdettük, akkor az elképzelésünk az volt, hogy minél több embert bevonjunk a mozgásba. A Gyógyulj Velünk Egyesület rendszeresen tornázik. Ez a torna abból áll, hogy akármilyen rendezvényünk van, a rendezvény elején vagy végén egy 15-20 percet gyógytornász vezetésével valamilyen torna gyakorlat sort, amit előre a gyógytornász kitalál nekünk, végigcsinálunk. A gyógytornával a betegség, a műtét, kezeléseknek a mellékhatásait lehet lecsökkenteni, időnként akár elkerülni ezeket a mellékhatásokat. Sokkal erőteljesebb, fittebb lesz. Azok a szerencsés betegek, akik eljutnak gyógytornászhoz, óriási előnyben vannak. Én nagyon biztatnék minden beteget arra, hogy ott helyileg, akivel neki jó kapcsolata van, házi orvossal, urológussal, kérdezze meg, hogy hol tud gyógytornászhoz találkozni. Akkor is erősítsük magunkat, akkor is tornázzunk, ha ez nem ilyen őrült nagy izmokat eredménye, meg kockás hasat. Hozzá segíti ahhoz az embert, hogy ne tunyuljon el. Én azt javaslom, hogy bárki keresse meg azokat a gyógyítási intézményeket, kórházakat, SZK-kat, aki mellett vannak ilyen egyesületek, mert hál' Istennek sokan vagyunk egyesületek, nagyon sok egyesület van, és nem csak előadásokat hallgatunk, hanem igenis kirándulunk, mint ahogy ma itt vagyunk a Margit-szigeten. Itt elfelejtjük azt, hogy mi nekünk bármi bajunk is van. Felszabadultak vagyunk, és fiatalok lettünk egyből, úgyhogy jó együtt lenni. Egy csoszogó nagypapa, vagy egy térdét jól emelő nagypapa között nagyon nagy a különbség. És hogyha főleg, ha a dédunokhoz le tudok guggolni a földre, vagy le tudok térdelni hozzá, vagy viszonylag könnyen tudok fölállni, milyen jó érzés. Ki kell használni minden aktív percet annak érdekében, hogy tovább élhessünk. Tehát érdemes mindenkinek
bármilyen korú is. Mozogni, mozogni, mozogni. Én megteszek mindent annak érdekébe, hogy ez még egyszer ne forduljon velem elő. Kis Lajos vagyok, Salgótarjánban élek, most töltöttem be 70. évemet. 64 éves koromban derült fény arra, hogy vastag béldaganatom van. 2 órás műtétem volt, 5-6 centis részt vettek ki a végbélből. Kemoterápiára került sor. Ugye műtét után, majd 68 éves koromban prostatadaganatot regisztráltak, 39 sugárkezelést kaptam. 2 évig kaptam a sugárkezelés után hormoninjekciót, azt 3 havonta kellett, hogy adják. 2 év után azt mondta a főorvos, hogy most már felfüggeszti. A vastagbél se viselt meg, de a prostata az meg abszolút nem. Abszolút nem. A feleségem nehezebben viselte, mint én. Pozitívan vettem fel ezt a dolgot, nem törtem meg. Én nem éreztem magam betegnek, nem izgultam, nem féltem semmitől. Megtettem mindent annak érdekébe, hogy kigyógyuljak mindkettőből, és most itt vagyok. Érdemes megkeresni a sorstársakat. A közösségi torna azért nagyon jó, mert együtt lehet a csapat. Összekovácsolja az embereket, részben erősíti az embernek a szervezetét, és lelkileg is hozzájárul ahhoz, hogy egészségesen éljünk, és fittek legyünk, még időskorban is. Vannak köztünk 60-tól 80 éves korosztály. Nagyon sokat kapok ettől a közösségtől. Lelkileg felrázza az embert, mikor egy ilyen közösségben részt vehet. 2009-ben alakultunk 32 alapító taggal, a 10 év alatt 170-re bővült a szervezetünk, a közösségünk. Lajos hatalmas pozitív példa arra, hogy 2 különböző rossz indulatú betegséget is le lehet küzdeni, és túl lehet élni. A sport, a mozgás az az élete mozgatórúgója. Tehát, és ezt már a klinikusok is igazolták, hogy nagyon-nagyon sokat számít, akár a prevencióba, akár a rehabilitációba, a szakszerű és rendszeres mozgás. Téli időszakban, ugye, mivel kevesebb a mozgás, de akkor a úszodába járok, heti 2 alkalommal, van 1200 métereket leszoktam úszni. Mai napig is űzöm az asztali teniszt téli időszakban. Rengeteget kertészkedem. Nyári időszakban ugye én a telekre és kerékpárra járok ki legtöbbször. Van, mikor 3-4-szer megteszem az utat. Rengeteg túraútvonal van itt a környéken. Én ismerem mindegyiket, ugye, mert én rendszeres túrázó vagyok. Az annyit jelent, hogy körülbelül 10-12 kilométer mai mindig megvan. Hetente 1 alkalommal biztos, hogy megcsináljuk ezt a nagyobb utakat. Benne vagyunk túraszervezetekbe, teljesítménytúrákra járunk, 20-30 kilométeres teljesítménytúrákat megejtjük. A napi séta az is megvan. Én azt a tanácsot tudnám mindenkinek ajánlani, hogy meg kell tenni annak érdekében mindent, hogy ez minél előbb túl legyen. A gyógytorna is nagyon jót tesz a szervezetnek, nagyon sokat tud javítani. A sok nyavaján ugye azon tud segíteni és helyre tudja hozni. Nem kell megállni, nem kell leülni, hanem sportolni, edzésre járni, legyen az bármilyen sport, bármilyen mozgás, lehet kerti munka, lehet úszás, lehet kerékpározás, séta, túrázás. A mozgás fizikailag és lelkileg nagyon sokat ad nekem. Nekem a mozgás az életem. Az életem.
Ez mágnesfékes görgő, amire föl lehet tenni bármilyen biciklit. Ez versenykerékpár volt, felkerült ide szobába, mert elég értékes volt ahhoz, hogy nem merjem a garázsba tartani. Bordásfal már azóta itt van, amióta beköltöztünk, és ha nagyon megszédülök itt a eszeveszett hajtásban, akkor van miben megkapaszkodni. Pap Gyula János vagyok. 1942-ben születtem, 77. életévemet töltöm, és 71 éves koromban derült ki, hogy prostata rossz indulatú daganat van a szervezetemben. Óriási trauma volt azzal szembesülni, hogy én rossz indulatú daganatos beteg vagyok. Nekem lövésem nem volt arról, hogy a prostatával ilyen gondok lehetnek. A tanyán nincs idő nyávogni, azzal foglalkozni. Mi bajom van, feladat van, csinálja az ember. Professzor úr koromra, meg a prostata elhelyezkedésére való tekintettel azt mondta, hogy itt a műtét szóba sem jöhet, csak gyógyszeres kezelés. Ez 17 augusztusáig tartott. Annyira alacsony volt a PSA, hogy a professzor úr javasolta, hogy ha kérem, akkor közös megegyezéssel abba hagyjuk. Ezt a stádiumot, vagy ezt a folyamatot, ezt úgy hívjuk, hogy remisszió. A betegség remisszióba került, jó, javult az állapota, sőt olyannyira hatásosak voltak a kezelések, hogy kvázi visszafordult ez a betegség, vagy mindenképpen egy nagyon alacsony szinten blokkolódott. A betegségemnél a sport egy nagyon komoly mentális kapaszkodót jelentett. Napi gimnasztika mind segít abban reggeli ébredésnél, gerinctorna az ágyban. Mind mi segít abban, hogy úgy kezdjem a napot, hogy hát leszámítva az, hogy ilyen bajaim vannak, én friss és fiatal vagyok, és gyönyörű napnak nézek elébe. A Gyula esetében, és hál' Isten több nagyon sikeres betegünk esetében, a sportos életmód, a fizikai aktivitás, az bizony remekül tudja ezt a gyógyszeres kezelést erősíteni, és akár olyan remek stádiumba tudnak érni, hogy gyógyszeres kezelés fölfüggeszthető időlegesen vagy hosszabb távon. Lenne alibim arra, hogy ne sportoljak. Az élsportban összeszedett különböző sérülések, az atipusos szenzoros neuropátia, ami járás nehézségeket okoz, a elment balboka, a beépített csípőprotézis, ez mind-mind kellő indok lenne arra, hogy nem mozogjak, hisz a járásom bot nélkül az már nem is megy. Most már csak kerékpározni tudok, a járásom olyan, mint egy részek tengerészé, mikor partra kerül. De a kerékpárról nem mondtam le. Versenyekre már nem járok. A kerékpár iránti szeretet az megmaradt közlekedési eszköznek, sportnak, és hát végül is szórakozás is. Heti két alkalommal barátommal járunk ki mountain bike-kal, 25-30 kilométert kerékpározva. Nagy nemzetközi tanulmányokban, nagy beteg anyagokon végzett vizsgálatok vannak, amelyek egyértelműen kimutatták azt, hogy a betegség felismerését követően kezdett fizikai aktivitás a túlélésben, a betegség progressziójának csökkentésében nagyon jelentős előnyt biztosít a beteg számára. A sorstársaknak azt tudnám tanácsolni, hogy keressen egy olyan közösséget, amelyik valamilyen mozgáskultúra, legyen az tánc, legyen az gyaloglás Nordic Walking bottal, legyen az kirándulás, ahol elveszik a figyelmét arról, hogy magával foglalkozzon. Ha én most is mindent megteszek, már azért, hogy egészséges maradjak, és ne erre, hanem másfele koncentráljak, akkor hát nem azt mondom, hogy a hajamnál fogva, de kihúzom magam a gödörből. Nagyon sokáig vezérelvem volt egy Hemingway idézet, hogy a sport arra tanít, hogy becsületesen győzzünk, vagy emelt fővel veszítsünk.
A sport tehát mindenre megtanít. És ha az ember a háta mögé dobja azt, hogy hány éves, hogy milyen nyavajákkal küzd, hanem csak arra koncentrál, hogy legyen ma is egy szép napom, akkor egyszerűen el lehet felejteni a betegséget. Ha nem is adtam föl, de azt mondtam, hogy hát ez a vég, hát itt nincs mese. Leperget előttem az életem, hogy milyen csodálatos életem volt és van. Hát nem gondoltam volna, hogy aztán lesz. Nevem Berebes György. 2 évvel ezelőtt kiderült, hogy prosztatarákon van. Nagyon meg voltam ijedve, és hát lelkileg megviselt a dolog. A diagnózis és a műtét közötti időszak volt a legnehezebb számomra. Pszichésen ott tartottam, hogy búcsúztam, hogy hát ki tudja, hogy mi lesz, hogy lesz, mint lesz. A gyerekek nem voltak itthon, a feleségem fogta a kezemet, amikor tudta, a munka mellett bejött hozzám szinte minden nap. És aztán megérkeztek váratlanul a gyerekek. Amikor fölébredtem az intenzív osztályon, mind a 3 gyerekem ott volt és fogták a kezemet, sőt a menyem is. Itt nekem most már ki volt jelölve az út, és meggyőztem magamat is, meg a környezetem is meggyőzött arról, hogy itt nincs miről beszélni, nincs áttét, és akkor úgy megnyugodtam. És az ember ott tart, hogy most mérlegre teszi, hogy most gyorsan meg kell szabadulni a ráktól bármi áron, akkor dönteni kell villámgyorsan és hatásosan, és nem szabad feladni. És mozogni kell, sportolni kell, futni kell, kocogni, ki mit bír. Vannak gyógytornák, amit nekem is előírtak itthon, amit csináltam. Nagyon sokat hatott rám, hogy villámgyorsan fizikailag magamhoz tértem. És onnantól kezdve sokkal könnyebb az ember élete. Amikor a kontrollvizsgálat közeledik, akkor bemegyek a klinikákhoz. A hölgy megszúr, tudott PSA birtokában, professzor úr leültet, elbeszélget velem, mik az új tünetek, van-e valami problémám, mit javasol, ez fél évenként történik meg. Tehát a legutóbbi PSA játék az 0,0080 tehát a mérhetetlen tartományban volt. Arra utal, hogy szerencsére a prosztatarátnak semmi jele nincs. Berebes úr, szokott-e rendszeresen sportolni? Hát rendszeresen az úszást választottam. Ez olyan lehetőség gyakorlatilag a sportolás, hogy az egészséges ember sokszor nem érti meg, hogy mennyit ad. Testét karban kell tartani. Testét és a lelkét. És a lelkét, hát arról nem is beszélve. És a feleségem nagyon büszke voltam, hogy egy hét után itt sétáltam, és jöttem, mentem, mászkáltam, miután hazahoztak a kórházból egy hét után, és a második héten én már futni akartam, már nem engedtek persze, de annyira bennem volt a mozgás igény, hogy és egészen más volt a közérzetem. Ettem, ittam, elkezdtem 5-ször étkezni, és látta, hogy van étvágy, ami színem, és kiszínesedtem, és mentem napozni. Először 20 perccel kezdtem, és most már 40 perces folyamatos úszás faltól falig megy a 33 1/3-osba. Ketten úszunk általában egy sávon, és verseket szavalok, vagy gondolkozom, filozofálok, és így elmegy a 40 perc, és utána bizony jó lefáradva kiszállok, akkor beülök a jacuzziba, jó pezsgés van, beszélgetünk. Hát lelkileg fantasztikus, hogy képes vagyok 40 percet végigúszni faltól falig, anélkül, hogy megállnék. Ez egy nagyon jó érzés, kondícióban is egy fantasztikus dolog. És hát miután a rendszeresség a leglényegesebb, ezt én rendszeresen csinálom 2-3-szor egy héten. Avval, hogy az ember elkezd sétálni, kocogni, úszni, a seb begyógyul, sokkal jobban helyre jön a szervezeten belüli biológiai, kémiai egyensúly. Megváltozik az étvágya az embernek, a közérzete jobb lesz. A test megérti, hogy ez az ember nem adta föl. 72 éves vagyok. Talpra álltam, terveim vannak, tervezek utazásokat, külföldre is. Szeretnék egy újabb házat fölépíteni. Mindent elkövetek, hogy ez
megvalósuljon. És igyekszem minden módon élni tovább az életemet, mert kaptam egy újabb esélyt. Hozd, ó, hozd vissza szép szemed világát, úgy térjen az meg, mint elszállt madár, mely visszajő, ha megleli zöld ágát, egész erdő viránya csalja bár. Maradj köztünk ifjú szemeiddel, barátod arcán hozd fel a derűt, ha napja lettél szép delét neveddel, ne adj helyette bánatot, könnyűt. Ez volt már az Együtt magazin, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy a tehetik, tartsanak velünk továbbra is, jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket, viszontlátásra!